Most egy személyes dologról beszélek, inkább Tamás. Oda megy valaki hozzáad, aki ott lakik, beszélgettek, egyszer csak a lány oda akar bújni hozzád, meg akar csókolni, mondjuk. Nem lehet így. Akkor finoman visszahúzódsz, vagy mi történik? Szeretettel köszöntök újra mindenkit. Újra itt vagyunk Tamással. Köszönöm szépen Tamás, hogy újra rendelkezésre állsz. Jött... Megtiszteltetés tényleg, és már, 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 most már szokás, úgyhogy kifejezetten vártam a szombatot. Na örülök neki nagyon akkor. E, Tamás, volt néhány kérdés, ami múltkor nem volt rá idő, abból is maradt, meg jöttek új kérdések is, úgyhogy meglátjuk majd, körülbelül próbáljuk tartani ezt a 15 perces etapot, majd meglátjuk nyilván ez a válaszaidhoz. Fogom majd ezt igazítani, az időt. Úgyhogy elkezdem, jó? Um, jött egy olyan kérdés más a, a, az intimitással kapcsolatban, hogy egy picit ezt, hogyha jobban bontsuk ki ezt a dolgot, tehát mire gondolok itt tehát a női-férfi viszonyra? Hát tehát gyakorlatilag most, most, ha jól értettem, a jelenlegi életviteletben nincsen nő, tehát akit megölelhetsz, akivel testi kontaktusban lehetsz, és beszéltél a legelső interjúnkon, a, a több mint egy órás beszélgetésünkben, hogy, hogy gyakorlatilag ha ránézel most egy nőre, akkor őt matacsinak, tehát anyának, ha jól fordítom, anyának nézed. Na most ez kicsit segíts, hogy ez, ez, ez gyakorlatilag ennyi a megoldás, hogy mondjuk ne induljanak el olyan gondolataid, amik ami, ami mondjuk a Krisna szerint mondjuk nem helyén valók, vagy ez hogy működik? Ez kicsit mond, magyaráz már el. Én ugye korábban, hát ha ránéztem egy számomra vonzó nőre, akkor, akkor egyrészt vágyak ébredtek bennem, ezek a vágyak stimuláltak. Tehát minél elérhetetlenebb volt, annál erősebbnek éreztem magam, és annál több energiát fektettem abba, hogy őt megszerezzem. Amikor megszereztem, akkor már tulajdonképpen varázsát veszítette, hiszen, hiszen számomra az élmény maga úgymond a vadászat volt. Mm. És voltak tartós kapcsolataim, de, de nem ritkán félreléptem. Egyébként a kapcsolataim szintén hát, megtalálta a zsák a foltját. És, és, elkezdtem ugye ezen meditálni, hogy, hogy, hogy miért és hogyan csinálok dolgokat. Tulajdonképpen az az, 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 az ember alaptermészete, hogy boldogság kereső, és, és állandóan vágyik örömökre. De az örömök mindig ilyen pillanatnyi, esetleg időszakos, tehát ugye vannak csodaszép, rózsaszín időszakok minden ilyen <kül> együttlétbe, de, de egyértelműen utána következik egy, egy nem megfelelő, egy rossz fázis, mondjuk úgy a szenvedés része. Tehát kiben hogy nyilvánul meg? Az elvesztéstől való félelem. A másiknak pusztán a hiánya. Tehát, hogy én szeretnék vele lenni, de ő dolgozni kell, hogy menjen, vagy 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 a szüleihez kell menni, ide kell menni, oda kell menni, és esetleg a férjéhez kell menni. Szóval, egyszerűen, ugye, a boldogság úgy váltja egymást, mint a tél és a nyár. A boldogság és a boldogtalanság. Na most, ha az ember megérti azt, hogy hogy tulajdonképpen amire fókuszál, azt tudja beteljesíteni. Ha ezen a vonalon végigmész, én a nyugalomra vágyok, a békességre vágyok, és engem tulajdonképpen felzaklat mondjuk úgy egy, egy, hölgy iránt érzett vágy. Tehát nem a hölgy zaklat föl, hanem, hanem, hanem ugye ezek az intimitás dolgok, tehát megkívánja az ember, hú de gyönyörű, viszont ezek múlékony dolgok. Változékony dolgok, és az ember saját, sajátossága, hogy megunja. Tehát akármilyen szép egy hölgy, ma, holnap, holnap után, öt évig, aztán már nem olyan szép. És akkor már újra vágyik az ember valami másra, valami, ami, ami ismét azt az örömet, azt a, azt, a, azt a bizsergést elhozza. És hát ez megint egyfajta vadászat, de azzal megbántja azt, akit elhagy. És, és ezen én nagyon-nagyon sokat meditáltam rengeteg energiám ment el a szexuális vágya kiélésére, és azt hittem, hogy ez a boldogság. És amióta megértettem, hogy, hogy ez, ez, egy illúzió. Tehát én, én ugye a lelki tudatosságban, a másik emberben már a lelket keresem, és a lelket látom. De ameddig az anyagi tudatban csak az anyagi testet látod, esetleg nem is kerülsz kapcsolatba nagyon értékes emberekkel, mert csúnya mondjuk ki. Vagy szóval számodra nem kedvező külső adottságokkal rendelkezik. És rengeteg olyan kapcsolat teremtéstől fosztja meg magát az ember. Itt van például mondjuk az én videóm. Ha valakinek én ugye unszimpatikus vagyok, vagy csúnya, vagy, vagy szabármi, akkor automatikusan nem is fogja megnézni a videót. Tehát egyrészt egyfajta adottság, egyfajta kegy az, hogy, hogy az ember a külső alapján e, tud mondjuk e, elfogadtatni gondolatokat de, de a lényeg az, hogy, hogy meg kell érteni, hogy, hogy nem szabad -e szerint tekinteni az embereket. Tehát, hogy hús, meg, hogy, meg, hogy, meg hogy meg akarom szerezni. Arról nem beszélve, hogy rengeteg olyan energiát szabadul föl, amit, amit valójában fontos dolgokra, tehát a, a nyugalom, a boldogság, az elégedettség elérésére fordíthatsz. Tehát az, hogy én most meglátok az utcán egy hölgyet, azért ugyanúgy látom, tehát ugyanúgy vonzó, ugyanúgy szép, de már nem akarom megszerezni. Oké, okay, Tamás, igen? Fejezd be, kérlek, igen, mondjad. aztán nem, mondjad. Azt akartam oké, okay, hogy egy kicsit a gyakorlatilag átfordítsuk ezt a dolgot. Örülök is, hogy belekezdtél ebbe a mondatba. Nyilván tenerife sok a tengerparton, amikor jó idő van, akkor sok fürdőruhás, hölgyet látsz, stb. 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 az utcán is sokat látsz. Vannak köztük számodra szépek is, meg kevésbé szépek is, ha csak a testet nézem most. Mi történik olyankor, amikor most meglátsz egy igazán dekoratív hölgyet, már el se indul benned semmilyen gondolat? A... elindul bennem egy gondolat, hogy Úristen, a jó Isten mentse meg tőle. Esküszöm. Ez. Tehát, ez. ez. <laughs> És amikor rábírnak írnak messengeren tényleg nagyon-nagyon dekoratív hölgyek, akkor, akkor egyből belegondolok abba, hogy persze, ide jössz, és akkor úgy, szeretjük egymást. De hát milyen körülmények vannak, amik számomra nagyon nagy boldogságot eredményeznek, hiszen nagyon-nagyon-nagyon szeretek itt ülni. De egy, egy, egy olyan hölgyet, és ugye azért valljuk meg őszintén, a dekoratív hölgyek általában sok mindent megkapnak azért, mert szépek. Tehát nekik egyből vannak igényeik, vannak elvárásaik, és elképzeléseik arról, hogy én, hogyan tehetném őket boldoggá. Mm. És uh, egyszerűen már, már, már ez végigfut az agyamon, hogy, 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 vajon mit várna tőlem ez a csodaszép hölgy. És minél csodaszép hölgy, annál magasabb igények, annál magasabb elvárások, és nem szeretnék megfelelni senkinek az elvárásainak pusztán azért a néhány perces vagy félórás örömért, ami, ami, ami tulajdonképpen egy rendkívül múlékony, és, és, és valójában nem tölt fel, hanem lefáradsz. Arról nem beszélve, hogy, hogy tehát az, hogy nem is energetizál a szexuális együttlét, sokan azt mondják, de én feltöltődök egy jó szex után. <laughs> Oké, okay, elfogadom. Tapasztalatból euh, tudom azt, hogy hogy onnantól kezdve minden gondolat e forog. Tehát, tehát vagy, vagy kizárod, vagy ezzel élsz. Na most, ha. most, ha, ha, a szex körül forog a, a minden gondolatod, akkor az utcán mindig csak a csajokat veszed észre, és, és, és a, a, Facebookon csak olyan tartalmak jönnek föl érdekes módon, amit társkereső, meg, meg intimitás, meg stb. És egyszerűen tudatosan el kellett rángatnom a, a, a figyelmemet erről, mert nem tett boldoggá. Rengeteg kapcsolatom volt, és, 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 nem voltam boldog, és amióta nincs, azóta boldog vagyok. Tehát a technika annyi, hogy elképzelem ezt a csodaszép 20 éves lányt, mondjuk egy 45 évesen öt gyerekkel, és akkor már is tulajdonképpen nem bózódom a külseihez. Azokkal a kapcsolatok, akikkel én messenger kapcsolatban vagyok, és lelkile kapcsolódunk, jó néhány, én már meg sem nézem egyébként a profilképet, meg semmi, mikor válaszolok valakinek, mert nem az alapján akarok, és most már nem is az alapján válaszolok, vagy kommunikálok valakivel, hogy hogy néz ki. És ez egy nagyon-nagyon komoly szemléletváltás. Erre mondom azt, hogy ez egyfajta lelki látásmód. Tehát Tamás, akkor gyakorlatilag, ha jól értem, akkor már szexuális vágy sem jelenik meg? Az már nem. És az akkor már. mi van... Mi van a, mi van a, a ugye bár belül azért valamilyen folyamatok lejátszódnak bennünk, ilyen-olyan bi, ilyen, biokémiai folyamatok. Tehát gyakorlatilag azt tudom én is, hogy a szexuális energia egy óriási lehetőség is egyébként, tehát az egy teremtő energia. Ha azt olyan irányba, ha fölfelé irányítjuk, akkor az nagyon teremtő lehet. Nem tudod fölfelé irányítani, és nem tudsz olyan dolgokat teremteni, ami ne hozná magával. tehát mindig mindenben ugyanannyi jó van, mint amennyi rossz. Lehet, hogy te megéled a szexualitást, volt is nemrégiben itt egy hölgy, aki, aki elkezdte elcsetelni, hogy a tantrikus szex az az amúgy spirituális szex, meg mit tudom én. Rendben van, ha ő úgy éli meg, én azt maximálisan tiszteletbe tartom. De utána mindig, minden esetben érzel egyfajta dühöt. Ugyanis ez vele járója az együttlétnek, a düh, a másik hiánya, a másik elvesztése, a féltékenység és az elégedetlenség. Tehát eh, onnantól kezdve, hogy együtt vagy valakivel, nem tudom, te is nyilván szoktál együtt lenni valakivel, és esetleg a van egy ilyen... Érzés, hogy? Igen, hát természetesen. De az, az egyébként nagyon szerencsés. De, de ma maradjunk annyiba, hogy, hogy, egy kapcsolatnál nagyon gyakran van egy olyan érzés az embernek, hogy hát azért lehetett volna egy picit jobb. Nem baj, legközelebb jobb lesz. És akkor legközelebb már az asztalon, meg a, meg a, műtörlöm, a repülőgép tudom meg már mindenhol, és mindig, mindig marad egyfajta kis hiányérzet, hogy nagyon jó volt, de valami még kellett volna. És mm. mindig, 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 és ezért hajt a vágy, és megint, és megint, és ha az ember fel, felfogja azt, hogy az az egy kis pöcsök hiányzik minden egyes ö, testi kapcsolatból, amit úgy hívnak, hogy lélekszikra, tehát, hogy a lelkedet nem táplálja soha egyetlen egy szexuális együttlét sem, és ugye márait idézve, amikor a test megétetik egy másik test füllet fűszerével, a léle lélek éhes és szomjas marad. Hm. Na, ez az a pici pont, ami minden egyes szexuális ö, együttlétből hiányzik. Tehát ö, ö, mindig volt egy vágyódásom, hogy, hogy együtt voltam tényleg olyan hölgyekkel, hát meg amelyik, amelyiket nem tudtam meg... akkor vettem egyet. Szóval, tehát nagyon-nagyon dekoratív, de nem volt lelki kapcsolódás. Mm -hmm. És mindig volt egy, volt egy, egy, olyan, egy, olyan, egy olyan megmagyarázhatatlan hiány. Igen. Mm -hmm. igen. igen. Jó, Tamás, most te... már, hogy vagyok emberekkel, hölgyekkel, egyébként urakkal is, ö, olyan, olyan, tartalmas együttlétek vannak telefonon, messengeren, néhány üzenetben, most nyilván nem kezdek el idézni üzeneteket, de, de ha választhatok, hogy, száz orgazmus, vagy egy olyan messenger üzenet, mint amiket én szoktam kapni különböző videók után, és lelki kapcsolódás eredménye, akkor, akkor, sőt, tízezer orgazmus, vagy egy ilyen messenger üzenet, akkor az egy messenger üzenetet választom. Annyira, hát én el nem tudom neked mondani, micsoda öröm, micsoda élmény, micsoda gazdagság, micsoda lelki gazdagság. De testileg sosem lettem gazdagabb a szexuális együttlétektől, a lelki kapcsolódások által viszont mindig, mindig növekszik a lelki bankszámlám. És egyre, egyre derűsebben és, és tényleg boldogabban élem meg az életet, amióta nem nyomaszt az állandó vágyakozás, az elégedetlenség, a megszerezni és birtoklási vágy, ugye? Tehát, hogy megszerezzem a hölgyet, de utána meg is tartsam, mert én vagyok a legjobb és, és stb nincs, nincs már erre szükségem, és megértettem, hogy, 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 a szexuális energiát, ha nem el... Hát például olyan embereknek nyújtsa a lelki támaszt, akik, akik 5000 kilométerről csupán csak szeretnek. Hát ez, ez, ez egy sokkal nagyobb orgazmus. Uh -huh. Tamás, tehát akkor magyarul, magyarul neked a testi dolgok, azok gyakorlatilag úgymond visszahúzódtak, tehát úgy értem, hogy le, leállt, tehát nincs nő nincs iránti vágyat, hogy szexuálisan együtt legyél vele, mert annyira kielégít a lelki kapcsolódás hogy gyakorlatilag a test, mint olyan ebből a szempontból hatóvá válik ebből a szempontból. Kizárólag. Igen, tehát látok csoda szép hölgyeket, meg hát ugye itt rendszeresen nudisták, és azért, azért, tehát ilyen fiatal lányok, meg minden. Persze, hogy észreveszi az ember, megnézi a szépet, de, de nem akarom megszerezni. Tehát egyáltalán nem tennék egy milliméter lépés sem annak az irányába, hogy én beteljesítsek vele egy szexuális kapcsolatot. Tehát akkor nem, nem elnyomod magadban a vágyat, hanem egy megértés miatt Azt tudod... nem tudod elnyomni, tehát persze, tehát, tehát van egy kutyasétáltatós hölgy, egy fiatal spanyol lány, mese szép, és olyan jó lelkű, és, 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 mindig hálát adok a Jóistennek, hogy nem tudok spanyolul. De nagyon nagy öröm vele, vele kutyát sétáltatni, és akkor elbolondozunk ilyen international language-be, de nem akarok tehát nem, 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 vágytam még, nem volt vele erotikus vágyam. És mi van akkor, Tamás, hogy egy ilyen jó lelkű... Lőt, igen. Mi van akkor, Tamás, hogy egy ilyen jó lelkű lányon elkezded megérezni, hogy ő mondjuk szeretne testi kapcsolatba is lépni veled? Ja, hát sok ilyen van, de hát... Ő benne még túl nagy a testi tudat. Tehát ez hamar kiderül egyébként. Tehát egy lelki kapcsolódásnál, okay. amikor beszenyezi a lelki tudatot, az anyagi tudat, az mindig megnyilvánul. Uh -huh. Tehát. te ezt kezeled? Hát egyet kezelnéd. Ö, hát, hogyha nagyon intenzív vágyat érez valaki irántam, akkor, akkor ö, hát úgy, úgy el, hagyom elhalni a kapcsolatot. Aha. Tehát igazából én alapvetően nem keresek senkit. Tehát megmondom őszintén, az utóbbi időben annyi emberrel tartok kapcsolatot, hogy nekem már nincs idő mindenkire ráírni. Vannak néhányan, akikkel, ugye, hát a nővéremmel, stb. pár emberrel, de, de ha valaki keres, tehát valakinek kérdése van, valamire szüksége van válaszra, útmutatásra, tanácsra, nagyon szívesen. De de én nem tiszteletlenségből, de valójában én nem, nem, nem kérdezek. Uh -huh. tehát, tehát, ha te valamit szeretnél velem, úgy érzed dolgod van velem, akkor, akkor, akkor kérdezés keres. De, de, onnantól kezdve, hogy már vágyat érzel irántam, akkor az már egy olyan érdek, amit tehát te egy vágyat akarsz beteljesíteni általam, arra én nem, nem, vagyok sem alkalmas, sem kapható, sem semmi. Tehát akkor szépen gyakorlatilag kedvesen, de udvariasan elmondod Abszolút, ezt. Abszolút tudóan, igen, igen, igen. Hogy ne haragudj, hát... úgy, nagyon szép vagy, nagyon gyönyörű vagy, imádom a lelkedet, nagyon hát szép. Van, hogy nem is tudom, hogy hogy néz ki. Most van egy Facebook fotó érted, és valójában nem is úgy nézhet ki, szarvas. Most, most egy személyes dologról beszélnek inkább Tamás. Oda megy valaki hozzád, on, aki ott lakik, beszélgettek, egyszer csak a lány oda akar bújni hozzád, meg akar csókolni, mondjuk. Nem? Nah, érted, nah, érted. Nah, akkor, nem akkor finoman visszahúzódsz, vagy mi történik? Tehát, hogy így... hát, ö... Hát megölelem, és mosolygok. És Értem. Tehát te, magyarul szavak nélkül is tudod. Igen, tudnál, ha, igen, igen, igen. Tehát tehát tulajdonképpen egyből egy szégyen érzetem van egyébként, hogy, hogy csalódást okozok neki. Mivel? Hát, hogy nem teljesítem be a vágyát. Aha. De tehát azért, egyébként nem... még nekem kellemetlen egy ilyen szituáció volt ilyen egyébként is, és, és annyira kellemetlen, hogy, hogy, hogy ne haragudj, de én nem viszonzom ezt a vágyat, és én nem nem, nem nem is vagyok képes, de alkalmas, de nem is akarom beteljesíteni a te vágyadat. De hm. de olyan kellemetlen, amikor, amikor látod a csalódottságot a másikban, és az belőlem egyből együttérzést vált ki. Mm -hmm. Szóval tudod, mint amikor egy, egy kisgyereknek mit én, nyújtasz egy dobozt, Igen. érted, és azt hiszi, hogy autó lesz benne, és kinyitja, és egy plüskutya, amikor a gyerek utálja a plüskutyát. És akkor tudod, az a csalódott arc, az a, az a kiábrándultság, és akkor együtt érzi a gyereke, hogy úristen, nem volt pénzem autóra, na úgy érzem magam én akkor. Mint az Aha. a szülő, aki nem azt adja a gyermekének, amire az vágyik, és ő ránéz, hogy Miért nem adod nekem magad? És akkor még én érzem magam hülyén, úgyhogy nagyon igyekszem elkerülni. Tehát, tehát, ha van olyan kommunikáció, mostanában is volt egyébként, pár nappal ezelőtt, amikor is, amikor is feltételeztem, hogy valaki úgy vágyik a társaságomra, ahogy én arra nem. Uh -huh. Nem akarok most ennél konkrétabbat mondani, Jó. esetleg, ha, ha nézi a hölgy, és én tényleg nem akarom megbántani. De, 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 ő tulajdonképpen, meg, meg, meg jó páran vannak, akik, akik elmondják, mivel ugye én mindig mondom, hogy nem szeretek főzni, meg az a takarítása annyira az erősségem, és akkor tulajdonképpen ők, ők ezt, ezt úgy képzelik, hogy ők jönnek ide, akkor ők takarítanak, meg főznek, és akkor, és akkor, legyünk együtt. De mondom, te hogy szeretnél együtt lenni? Hát mindenhogy, de hát, de hát, mondom, de hát itt már nem jó. Tehát itt már nem működik. Aha. Mert, mert onnantól kezdve, Ugye persze először csodaszép, meg a kíváncsiság. Nyilván bennem is bennem lenne a kíváncsiság. De én előre pontosan tudom ezt az egész forgatókönyvet, hogy, hogy utána jönne a féltékenység, a harag, az irítség és a düh. A düh elkerülhetetlen. Minél szenvedélyesebben ö, fűződsz egy hölgyhöz, ezt magadból is tudhatod. Ugye például egy szenvedélyes veszekedés után milyen jó egy szenvedélyes békülős Na hát ez ugyanígy működik az életben. Minél szenvedélyesebb egy kapcsolat, a veszekedések és vitatkozások, amik elkerülhetetlenek, annál szenvedélyesebbek. Ezek a, ezek a, a langyos ö, ö, együttléteknél langyos a szex, de langyos a veszekedés is. Oké, okay, Tamás, ha jól értem akkor, tehát ha egy hölgy szeretne hozzá testileg is közeledni, akkor a ilyen vagy olyan formában a lehető legfinomabban tudtára adott, hogy ez nálad nem pálya, ez nem fog működni ez a dolog. Nem azért, mert fizikásan nem vagy rá kész, vagy nem vagy rá képes, hanem azért mert nem itt te ezt nem szeretnéd, mert tudod, hogy mi Működik. a folyó. Tehát, tehát egészséges vagyok. Erre hogy nincs, ezt mondjuk nincs, én, nincs, hogy nem ilyen, nincs ilyen közben ilyen legyek valakit. Nincs nincs, tehát nem vagyok impotens. Meg, meg meleg, meg semmi, bajom nincsen. De, okay. de egyszerűen a másik nagyon-nagyon fontos dolog a, a vezeklés és a lemondás energiája. Tehát az, hogy például én szölibátust fogadtam, nem fogadtam egyébként, mert nem vagyok avatott. De majd, ha lesz lehetőségem, akkor meg fogom fogadni. Én, én borzasztó van a szexualitásban éltem, és minden, minden vágyam kiélése erre irányult, ugye a droggal együtt. Na most, onnantól kezdve, hogy én erről lemondok, ez olyan mértékben vitalizál, tehát ezt most vallás értelemben nem akarok belemenni, mert már így is túl hosszú lesz, de de az, amikor például valaki mondjuk csoki evő, és, és, és lemond a csokiról, nem azért, mert nincs rá pénze, hanem ott a csokidején nem nyúlok hozzá, ez olyan hihetetlen energiákkal tölti föl az embert, hogy azt nem tudom neked így elmondani. El tudnám mondani nagyon hosszan, úgyhogy ebben most nem megyünk bele. De, de a vezetés energiája tartja fent az univerzumot. Ezek a védákban nagyon szépen le vannak írva, hogy, hogy micsoda, tehát a misztikus jogik azért tudnak olyan képességekre szerteni, levitálni, vagy olyan ember, aki 30 napig nem vesz levegőt. Vannak olyan jogik, 30 napig lássák a fejét a föld alá, betemetik, fejen áll az ember 30 napig. Ezt meg lehet nézni, jut akármi, és ezek nem ilyen kamu, izé David Copperfield, meg mit tudom, hanem rendesen oda mész a húsvér emberhez, és ezek mind a vezeklés energiájával töltekeznek föl, tehát minden joga rendszer a vezeklésre épül. Minden joga rendszer is, hány ember a nézők közül is bizonyosan hallottak már különböző jóga technikákról, és, és abban mindegyikben a lemondás, az érzékektől való távolmaradás, ö, ö, ami ki van hangsúlyozva, és nekem a legnagyobb ö, vágyam, és, és minden gondolatom csak a szex. Csak a szex. És sosem volt elég, és nem tett boldoggá, és amióta távol tartom magam tőle, egyrészt azóta egyre könnyebb, másrészt folyamatosan energetizál. Nagyjából Zúper. ennyi. Tamás, köszönöm szépen a válaszodat! Örülök, hogy ilyen részletesen tudtunk erről beszélni. Hát több kérdés <coughs> nem maradt idő. <coughs> Igen, de nem baj, mert csinálom a negyedik részt is, úgyhogy, mert a nézőknek a, a kérdései fontosak, úgyhogy, úgyhogy, hamarosan majd folytatjuk, és köszönöm szépen megint az idődet. Én köszönöm szépen. jó, jó, én mindig a meglepő kérdéseket teszem fel, azt a nézők lehet, hogy nem tudják, de mi nem beszéljük ám meg előre a kérdéseket. Ezt nem tudják valóban. Igen, Jó, az az elmondhatjuk, hogy hogy tehát nem úgy van ám, hogy izé, mi megbeszéljük, figyelj, akkor én most elmondom neked ezt vagy azt, és én külön kértem is tőled, hogy ne Így mondd el előre a kérdéseket, Így mert mert, mert, mert <laughs> na mindegy, szóval nem tudom előre, nem húzom az időt. Nagyon szépen köszönöm a megkeresésedet, nagyon érdekes kérdés volt, remélem, hogy tanulságos is. Biztos, hogy benne, mert én is sokat tanultam belőle. Úgyhogy Leked legyen is. szép napod. Neked is legyen szép napod. Mindenkinek minden jót kívánok. Hálék, Krishna, Hári volt. Szia! Szia! szia. szia.